abban a példaképen. Sárosi Laura. Hogyha valaki esetleg a tollaslabdázó hölgy történetére nem emlékezne, ő az az olimpikonunk, az én személyes példaképem is, aki a riói kvalifikáció közben átadta a cipőjét német ellenfelének elszakadt a cipője, és hogyha lelépett volna a pályáról, akkor nem nyerhetett volna, Laura viszont átadta a saját cipőjét, nem játszhatott volna tovább, nem is nyerhetett volna, és nyert. Ennek ellenére Sárosi Laura a világranglista helyezése alapján jutott ki a riói olimpiára. Nem kvótában, hanem saját jogom. Így van. Késcsókom, jó reggelt, szia! És ezt a gesztust két évvel később a spanyol királyi pár nem csak hogy díjazta, hanem hogyha jól tudom, akkor egyetlen nem csak hogy magyar, egyetlen nem spanyolként kaptad meg a Fair Play nagy díjat a királynétól. Igen, két évvel később. Ami, hát igen, mindenki ezt furcsa, hogy két évvel később ez hogy lehet. Tehát én is, amikor kaptam egy e-mailt másfél évvel az eset után, akkor én is így meglepődtem, hanem nem hittem el először, hogy mondom, ez tényleg így van, nem mertem elmondani így otthon sem még, hogy ez történt, mert nem is gondoltam bele, hogy ez tényleg így. Nagyon egyszerű az újságírói kérdés. Miért? Ők ennyire szeretnek tollaslabdázni, ennyire tisztelik a sportot, ennyire meglepte őket a te gesztusod? Szerintem így ez egyben. Igen, mert náluk Spanyolországban most a tollaslabda az egyre népszerűbb, mert az olimpián, a riói olimpián egy spanyol lány nyert. És szerintem ezért is lehet az, hogy náluk ugye tollaslabdát most ezt így jobban elismerik. Mit látunk a képeken? Éppen látjuk most, a királynétől veszed át ugye a díjat. Igen, ezt a serleget ott kaptam meg, de ezt nem hozhattam haza. Ez egy ilyen vándorserleg, amely belegravírozzák a díjazottak nevét. Aha. 13 kategória van, és az enyém a Zsófia királyné díj volt. Zsófia. És akkor én ennek a kicsinyített mását kaptam meg ezüstben. Még egy pillanatra visszatérve az elejére, ahogyan felvezetted, hogy hát ha valaki nem emlékszik a történetre, pontosítanék két dolgot, hogyha a nézők most kíváncsiak, bár akkor legalább rá fognak keresni, ha nem értik, hogy úgy mondjuk, hogy a cipődet odaadtad, de nem azt, ami a lábadon volt. Nem az egyik, a másik igen. Az, amit fontosnak tartok elmondani, hogy nyerésre álltál. Tehát éppen, vagy te vezettél akkor, amikor ezt te megcsináltad. Az első szedben volt ez. Nagyon sokan eltévesztik, hogy azt mondják, hogy a második szedben, az első szedben volt így az elején. Tehát így pár ponttal vezettem csak, tehát nem annyival. De igen, és nekem volt egy tartalékcipőm a táskámban. Ugye volt egy pillanat, amikor sokan mondták, hogy de ne emiatt tudjunk a tollaslabdáról, mert hogy a sportértéked igen. miatt megjussál ki, ugyanakkor utólag akár emiatt is, amit látunk a képernyőn, eltagadhatatlan, hogy kaptál egy nagyon nagy lehetőséget, hogy Magyarországot, akár saját magad tollaslabda sportot népszerűsítsd, és jól látjuk, hogy szépen eltél vele. Tehát ez egy nagyon jó reklámfelület volt ezáltal. Igen, te abban a pillanatban belegondoltál ebben? Nem, de hogy hát abban a pillanatban, amikor ott vagy egy éves kvalifikáció után az utolsó versenyen. Körülbelül az utolsó meccsen így nem gondolsz be semmibe. Abban, kicsit abban gondoltam, hogy úristen, de jó lenne, már vége lenne ennek a stressz helyzetnek. Már megtudnám, hogy kijutok, nem jutok ki. És akkor jött ugye ez a cipős dolog. Emlékszem, hogy utána a meccs után felhívtam a szüleimet, és mondtam nekik, hogy hát kikaptam nagyon szorosan, 21-19, most már nem rajtam múlik, hogy kijutok, majd várólistás leszek, és mondják, hogy meséljem el, milyen volt a meccs. És akkor mondtam nekik, hát jó volt, hogy az első szedben elszakadt a cipő, adtam az enyémet, és így mi? Hogy ez nem is azt nem volt. Mit szóltak hozzá? Hát így anyukám elkezdett sírni, mondta, hogy tényleg? Hogy te odaadtad a cipődet? Na igen, és akkor nem hiszi el. Én is sírtam volna. Bocsáss meg, de például az ember éles helyzetben valószínűleg sok mindenre gondol, de a fejében nem szabálykönyvet lapozgat. Te például tudtad azt a szabályt, hogyha ő lemegy nem, a pályáról, nem akkor tudtam, nem tudtam semmit, csak azt láttam, hogy... Bemegy az öltözőbe, felhúz egyet, újra játszatok, nem? Igen, tehát én arra is gondoltam, hogy lehet, hogy kimehet, vagy kiengedik, vagy az edzője hozhat neki egy cipőt, tehát ebben nem tudtam, hogy mi lehet az, hogy leléptetik, nem léptetik le, hanem rögtön mentem az edzőmhez, mert nem tudtam, hogy mi a baj, és akkor kérdeztem, hogy eddig elkezdtünk beszélgetni a taktikára. És akkor utána láttam azt, hogy ez tovább tart, hogy valami probléma lehet, és akkor utána mentem oda haza, és megkérdeztem, hogy hányos a lába. Német kisasszony egyébként utólag megköszönte. Igen, megköszönte. Igen. Barátok vagytok egyébként? Ő abba hagyta az olimpia után. Tehát előtte én egyszer játszottam vele, nem volt nagyon ismeretség közöttünk. Mennyire lett népszerű, akár a gesztusod által, akár rajtad keresztül a tollaslabda? Na igen, ezt akartam még mondani, hogy lehet, hogyha csak úgymond csak kijutottam volna az olimpiára, akkor a tollaslabdát nem ismerték volna meg ennyien szerintem. Most ezáltal nagyon sok emberhez eljutott szerintem a tollaslabda.
mennyire népszerű Magyarországon a tollaslabda? Szerintem egyre népszerűbb kezd lenni, így amatőr körökben, meg gyerekeknél. Érdekes módon ugye a tollaslabdáról sokaknak az jut eszébe, hogy Balatonparton. Balatonpart, strand. Én is tudok tollasozni. Én is tudok, mindenki tud. De egyébként ez jó ebben én a sportágban. Én például nem. Nem tudsz tollasozni. Semennyire sem. Semmilyen labdaérzékem nincsen, zero. Hogy állunk egyébként? Ugye te profi vagy, külföldön játszol, Dániában, Svédországban, sőt most egy lengyel csapattól érkeztél haza. Igen. Én most igen három országban játszom, de amúgy meg a magyar színeket képviselem. Ez csak ilyen csapatbajnoki szinten. Megy. Magyarországon most van egy fiú, aki próbál kijutni Tokióra, és nagyon jól halad, ő Krausz Gergely, és ő most nem is tudom, 100-ban van a világranglistán. De jó, hogy látod, hogy kit használja most is a tollaslabda népszerűségére. Mesélj nekünk egy picit olyat, amiben nekünk nem lehetett részünk. Milyen a spanyol királyi pár? Olyan, mint az angol királynő, hogy nem szabad megfordulni, hátra felé kell menni, előre felkészítettek. Milyen nyelven beszélgettek? Ott rajtad ugrált-e a spanyol sajtó? Mesélj egy kicsit a kulisszákról. Amikor kijöttek értünk a reptér, mert bátyámmal voltam Madridban, akkor mondták, hogy ne féljek, ne aggódjak, a spanyol királyi pár nagyon, nagyon közvetlenek, nagyon rendesek, érdeklődőek. Én meg én nem tudtam elképzelni, hogy milyen találkozom mondjuk egy királya, tehát hogy így ez milyen érzés lehet, és tényleg nagyon közvetlenek voltak. A díjátadó után volt egy állófogadás, és ott lehetőség nyílt arra, hogy az egész királyi családdal beszélgessek egy kicsit. És szerencsére tudok egy picit spanyolul, mert Madridban azért nem nagyon beszéltek angolul az emberek, nyilván a királyi család, ők beszélnek angolul, de így próbáltam az elején spanyolul, mert kint volt a magyar nagykövet, és ő nagyon sokat segített nekem így a fordításban is. És miről beszélgettetek? Az időjárásról, vagy a teáról? Vagy a fair playről és a tollasról? Zsófia királynő, mondta, hogy meséljem el ugye a történetet, hogy az én szemszögömben, hogy milyen volt. Kérdeztem, mivel szeretnék foglalkozni, meg mit csinálok még, és mondta, hogy ő szerinte lehet, hogy gyerekekkel kéne foglalkoznom, vagy ezáltal így a fair play-el valamilyen szinten így kapcsolatba hozni ezt, és igen, én is ezen gondolkozom most a sportdiplomácián, hogy afelé fogok majd elmenni, mert most fejeztem be az egyetemet. Most diplomázott most mérnökként. Most diplomáztam, igen, környezetmérnökként. Így van. És most ez érdekel, ez a sportdiplomácia. A sportdiplomáciában viszont egy nagyon jó lépésed van. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a nyitó lépésként a spanyol királyi pár fogad, ez gyakorlatilag egy jó névjegykártya akár a sportdiplomácia területén. Igen, én is úgy gondolom. Sportdiplomácia, akkor az tollaslabda, vagy minden más? Minden más, én úgy gondolom. Nem szeretnék csak a tollaslabdánál maradni. Mi lenne, ha a diplomáciánál maradnánk? Ugyanis Magyarországra ráférne egy kis fair play, meg az, hogy jól bánunk egymással. Hát, ha ebbe tudnál valamit segíteni. Igen, remélem tudnék ebben segíteni. Ugye, mert ugye a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke, ugye az magyar. Igen. Tehát ez is azért szerintem nagyon sokat elárul, és ez is nagyon jó jel. Akkor, amikor te megjelentél akár a történeteddel bár mással, akkor pontosan tudjuk, hogy nem csak tollaslabdázóként, és nem csak magyar élsportolóként voltál ott, hanem kicsit Magyarország nagyköveteként is. Hiszen akkor, amikor a sajtó kérdezgetett, akkor megkérdezték, hogy miért te vagy az első nem spanyol, nem hogy magyar, nem spanyol. Ezt a lehetőséget sikerült-e kihasználni? Tudtál-e Magyarországról beszélni? Tudtam, igen, úgy érzem, de tehát engem is meglepett az, hogy miért én, miért Spanyolországban egy magyar lányként, tehát hogy én is furcsáltam, és ők is azt mondták, hogy ez a díj ez nem feltétlenül spanyoloké, és hogy ők ezt annyira megtetszett nekik ez a történet. Amikor te itthon vagy Magyarországon, akkor nem nőkkel, nem hölgyekkel edzel, hanem gyakorlatilag férfiakkal, ugye? Nem annyira szoktam már Magyarországon edzeni, de van egy edzőpartnerem itt, és ő lány próbál kijutni az ifjúsági olimpiára, és nagyon remélem, hogy ki fog jutni. Viszont két lány van, akik nagyon egy szinten vannak, és ők egymással versenyeznek. Úgyhogy ez is nagyon örülök annak, hogy végre valaki ki fog jutni az ifjúsági olimpiára. Hol van a kis kupád? Otthon, és vitrínben. Kaptál a nagyból egy picit? Igen, egy kicsit másolatot. Megmarad az élő kapcsolat a királyi párral ilyenkor? Nem fogja fölhívni, szerintem a királynőt szombat délután. Nem megyünk kávézni. Fotózhattál ott a helyszínen, vagy pedig hivatalos királyi fotókat kaptál? Fotózni lehetett, de olyat nem lehetett, hogy a királyi párról olyan képet, amiről ők nem egyeznek vele. Aha. Tehát testőrökkel volt tele, és nem engedték meg. Sajtótájékoztatódon hányan voltak? Nagyon sokan, és kicsit zavarban is voltam, amikor így meghallották, hogy tudok egy picit spanyolul, hát ennek nagyon örülnek azért ugye a helyiek, és akkor oda tettek 30 mikrofont az arcomba, és én meg úristen, és akkor elkezdek spanyolul kérdezgetni, és ugye azért, az hogy mi is gyorsan volt. Beszélünk magyarul, és akkor hát nem értettem túl sok mindent, és mondtam, hogy inkább angolul.
következő versenyed mikor lesz? Most nem tudom, mert sérült vagyok. Uh-huh. Ezért nem mentem a múlt heti csapat Európa-bajnokságra, meg a mostani osztrák nemzetközire. Ki nem a legkeményebb tudom, magyarországi ellenfeled? Most válogasd meg, hogy mit mondod. Igen. Három lány is van, aki most egy szinten van, szerintem. Most majdnem elsírtam magam, hiszen tudnod kell, hogy mi a privát életben tollaslabdáztunk, és ettől a hölgytől tanultam meg életem egyik legfontosabb szabályát, ami nem a tollaspályára való. Hogy Laura, nem gáz 100-0-ra kikapni. Ne, figyelj, Laura nagyon megvert engem. Ugye kérdeztem, hogy mennyire verhetlek meg, azt mondom, mennyire tudsz. Erre nagyon megvert, és utána feltettem neki azt a kérdést, amit fel akartam tenni. Laura, mondd kettőnk között, mi a legnagyobb különbség? És akkor döbbentem, hogy nem kell mindent túlbonyolítani. Laura megadta a választ. Nem, ennél sokkal egyszerűbb választ adott. Én odaütöm a tollaslabdát, ahova akarom, te pedig nem. Ez volt a válasz. Nagyon nagy megtiszteltetés volt ma reggel veled beszélgetni, igazi példakép vagy, és nagyon büszkék vagyok rá. Sárosi Laura volt az eddigünk. Köszönjük szépen.